Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, jön végre egy kis Warframe, ne haragudjatok. Régóta nem posztoltam semmit erről a játékról. Igazából meg volt az oka. Jó magam is farmoltam Fortunán, és némi kis bűnös élvezetet játszottam. Destiny-ztem egy kicsit az elmúlt időbe. És miközben játszogattam Fortunával, gondolkodtam, hogy milyen témájú Warframe videót csináljak. Mert hát azért a Fortuna is inkább csak egy nagy farmoló gépezet. Ezzel is megemlíteném, hogy ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, hogy mit, hol és hogyan kell farmolni, akkor írjátok meg Facebookon vagy itt a videó alatt. Szívesen csinálok egy videót róla, de nagyjából ugyanaz, mint a Plains of Eldolon, szóval talán túl sok beszélni való nincs ezzel kapcsolatban, hanem inkább csak csinálni való van ezzel kapcsolatban, hogy én magam is mostanra értem el, addig, ameddig teljesen kihúztam a Fortunán a Solaris United standinget, tehát az XP-t, és ki tudtam váltani azokat, amire szükségem volt. Na de, vágjunk bele a lényegbe, amint látjátok a cím, az új generációs modolás, semmi nagyzolás nem lesz itt igazából, egy ilyen, hogy is mondjam, egy változásra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami a Warframe-ben folyik jelen pillanatban. Egy érdekesség, ami úgy gondolom, hogy a játékot változatosabbá teszi és jobbá teszi, mint nem jobbá, hanem jobban ki tudjuk most már aknázni ezen lehetőségeket, a modolási lehetőségeket, ami a Warframe-ben van. Régebben ugye arról szólt a Warframe, hogy az összes Warframe-ed, ami ott volt neked eltárolva, mindegyik Warframe-ed endgame-re ki legyen húzva, és az endgame-ben túléljen mindent. Miért? Mert régen létezett egy endgame a Warframe-be. Hogy is mondjam, azt hiszem, hogy nem direkt létezett egy endgame, hanem inkább úgy akarva, akaratlanul létezett egy endgame, és ezt ugye a Tower kulcsoknak volt köszönhető. Régen a Tower kulcsok voltak a relikek, de egyet kaptál belőlük, és azzal az egyel bementél egy Endless Survivor-re vagy Defense-re, és megpróbáltad kifarmolni abból az egy Tower kulcsból azt az egy adott Prime cuccot, ami neked kell. Egy Tower kulcs, mint manapság, mint egy relik, többfajta Prime cuccot dobhatott, és amíg benn voltál ugye abban a játékban, meg volt rá az esélye, hogy kidobja neked azt az áhított Prime cuccot, és nem kellett folyton 5 percenként, mint most, egy újabb kulcsot berakni, hanem egy kulcs, és ameddig bírod, addig benn vagy, és emiatt fantasztikus endgame-ek alakultak ki. Volt, hogy egy defense-en 70-80 végig sem dobta azt a bizonyos prime cuccot, ami neked kell, ezért tovább mentél, és ott voltál 100 végig, és így próbáltad nagyon túlélni a dolgokat, és megkapni azt a bizonyos prime cuccot, és természetesen volt, amikor ilyen teljes fél volt az egész, egy darab kulcsod volt, mondjuk egy defense TN, egy defense tower kulcsod, egy darab volt, és ez az egy darabnál valami, mondjuk a Frost a defense-en nem figyelt, és elpusztult a pod, és mindent buktál régen. Nem úgy volt, hogy megtarthattad azokat a cuccokat, amiket kifarmoltál, és csak a nyersanyagot bukott meg a lóvét. Nem. Ott mindent buktál régen, és emiatt tétje volt az egésznek. Na, de véget ért a nosztalgia időszak. A Warframe megváltozott. Most már új, egy teljesen új játék lett, és tény, ami tény, hogy az endgame-et úgy, hogy van elvágták, és csalóka endgame van jelen pillanatban a Warframe-ben. A csalóka endgame pedig jelen pillanatban az Arbitrex féle alertek, ugye az elite alertek, az egy kicsit csalóka. Az enemy nem skálázódik, és az enemy nehezen skálázódik, és a sebzésük is kisebb, mint egy normál survivor. Egy csalóka endgame, de legalább valami olyasmit dob, amire hosszú távon szükségünk van. Ráadásul ugye, ahol most ott van a Century Onslaught, ami igazából annyira el van kurva, mindenkinek elérhető. Kezdőbb játékosok is könnyedén eljuthatnak oda, de viszont semmi lényegeset nem dobott, leszámítva a fókuszt, meg az XP-t, amit lehet farmolni, ezért az Arbitration, a Sanctuary Onslaught is csak egy fókusz farm lett, illetve XP farm hely lett, és az endgame teljes hiánya van ebből. Az első változat talán, amikor kijött a Sanctuary Onslaught, akkor volt még mondhatni azt, hogy mikor még el lehetett egy Nuke Trinity-vel menni 20-25 évig, és onnantól kezdődött az igazi móka. Na, de vége a sirjánkozásnak a Warframe endgame-je fölött, mert hogy nem létezik, nincs is vele baj, mert új lehetőségek nyíltak.
a Warframe-ben emiatt, és ez végképp a modolások terén látszódik meg. Újabb, mert újabb modokat kaptunk, amit én magam is hosszú ideig így mellőztem, mert nem akartam megbontani a Warframe-nek a tökéletes modolását, és nem akartam tönkretenni azt, amit már egyszer fölépítettem. Aztán ugye az ember lassan rájön, van ott vagy majdnem 40 Warframe, vagy már több is, és régen tényleg az volt ugye, hogy endgame-re minden Warframe-et, és most már specifikusan húzhatunk ki Warframe-eket specifikus feladatokra. És nem az van, hogy most például régen a Frost arról szólt, hogy endgame, most már lehet csak tényleg egy sima defense valami. A Chroma arról szólt régen, hogy endgame kardozás orva szájba, most már csak egy dolog hánt. Minek? Mert van egy Inaros endgame-re, vagy van egy Nidus endgame-re, és a Chromát most már nyugodtan felhasználhatjuk valamire, ahol igazán ki tudja használni a potenciált. És erre szeretném felhívni a figyelmeteket, új játékosok végképp, mert mi veteránok már nem számítunk annyit. Ti lesztek ugye azok az új generáció, aki felfedezitek ezeket az új modolásokat az új Warframe-ben, mert nekünk, öregeknek kb. Csak arra fókuszál a fejünk, hogy hogyan kell minél tovább túlélni, mert az a legfontosabb a Warframe-ben. És itt van ez a modolás, amit meg szeretnék nektek mutatni, ez csak egy példa, egy kezdetleges ötlet, valami, ami, hogy is mondjam, az új Warframe-et aknázza ki, és új játék élményt ad, és nem csak arról, hogy tryhard túlélés, és az egésznek a koncepciója az új modok köré helyeződik, hogy újakat, új dolgokat fezezzünk fel, és nem mondom, hogy ez arra van, egyáltalán nincs arra kitalálva, hogy hosszasan éljen túl egy Warframe, hogy über sokáig bírjon egy helyzetet, nem, arra van kitalálva, hogy egyes bónuszokat élvezzünk, amiket eddig nem élvezhettünk Warframe-ben, mert tryhardra kellett menni endgame-re, és emiatt nem csináltunk különböző Mocha Edition modolásokat, valamit, amit soha nem akartál volna belerakni a Warframe-edre, mert megbontja a tökéletes egyensúlyt a modolásodba. Most már van rá lehetőség, mert rengeteg Warframe, most egyes Warframe-ek nagyon jól ki tudják használni az új modoknak az új lehetőségeit. És íme itt jön a kérdés számotokra, mi a te kedvenc új generációs modolásod, amíg én megmutatom a sajátomat? Nos, modolás terén, amit csináltam ugye, Oberonról van szó, de azt csináltuk, amit akartok, arra Warframe-eknek jónak gondoljátok. Én csak teszteltem, őt szedtem elő, ővel a legjobb, van még egy ugyanilyen modolásom Garudára is. Azt csináltuk, amit akartok, a lényeg az volt ugye, hogy felhívjam a figyelmet valami olyasmire, hogy egy új generációs modolás, vagy valami új a Warframe, ami nem feltétlenül arról szól, hogy endgame, hanem valamiféle bónusz kiaknázása, ugyebár. Adaptation mód, hogy azért a túlélhetősége kicsit megnövekedjen, tulajdonképpen mit csinál az Adaptation Damage fajták ellen ad ellenállást, és nagyon-nagyon hasznos volt, és mostanra már szinte kötelező az összes olyan frame-be, amelyet túlélésre akarod vinni. Nos, Synth Reflex ugye az egyik új mód, amit Fortunán tudsz kiszedni, könnyen esik, nem nagy probléma megszerezni, ugye adja a fegyverváltási sebességet, de ami a lényeg az, hogy újra tölti a fegyvertáradat. A többi szint mod az belemegy a hát valamelyik Sentientbe, és ja, így néznek ki. Hogyha ugye meglenne a teljes set, akkor többet töltene vissza a tárba, de mivel sajnos nincs még meg a teljes set, így aztán marad ez, ami marad, de ez már így is durva. Amit még elfelejtettem megmutatni, Vigorous Swap, hölgyeim és uraim, ezért is van az, hogy hát busztítás újratöltés nélkül című történet, 165%-os damage fegyverváltás esetén ugye. Tehát konkrétan, amit láttatok a videóban, olyan gyorsabban változ fegyvert, mint bármikor újra töltenéd azt a fegyvert, ezért még ha az van, hogy zsinórban nyomom meg a fegyverváltást 5-6-szor, hogyha szükség van rá, hogy újratöltsem teljesen azt a tárt, az még mindig gyorsabb, mint hogy becsületes módon lenyomva az újratöltést és újratöltse azt a bizonyos fegyvert, úgyhogy a Vigorous Swapot ebből a szempontból úgy gondolom, hogy egy jó módja annak, hogy ki legyen használni, hogyha megvan fűszerezve ezzel a 100%-os holtest speed-re, nem mint hogyha, de még ez is ad egy 100%-os holtest speed. Nem hiszem, hogy stackelődik, nem hiszem, hogy lesz 200%-os holtest speed belőle, de nagyon durva, ugye egyszer van az újratöltés és a újratölti a tárat, illetve ugye 100%-os fegyverváltást ad.
hogy néz ki a fegyverem, tegyük fel. Supra Vandát azért választottam, mert igazából semmi nagyon extra, gyorsan lő és nagy a tára, ha értitek, mire gondolok. És jó szinkronban működik az új kitgunokkal. A kitgunom az így néz ki, és ez itt a lényeg, hölgyeim és hölgyeim. Nem maga a modolás a standard, legyen erős, aztán lőjön című történet, semmi nagyon extra. A lényeg az ezen a Pax Seeker, hogy mondjam, Arcanen van, ami azt csinálja, hogy 100%-os eséllyel négy ilyen, és mondjam, golyót kilő, hogyha headshottal lősz. Tehát ha headshottal lősz, négy ilyen golyó kiszáll az enemiből, akit megöltél, és megkeresi a következő enemiket, és elég durva sebzést oszt rájuk. Ezt már egyszer nerfölték, mert ilyen milliós összegeket lehetett vele lelőni, de még így is elég gusztustalan, hadd mutassam meg nektek. Nos, amint mondtam, csak level 100-as enemik, mert nem arról van szó, hogy über endgame, hanem csak mókázás, és ezért ez így nem rossz móka, hogy őszinte legyek. Természetesen maga a fegyver megfelelne endgame-ben is ezzel az árkénnel. Viszont ezzel, hogy gyors újratöltés és fegyverváltás és a többi, ezzel valami olyasmit csinálhatunk, ugye, amit nem feltétlenül akarunk magunkkal vinni endgame-be, mivel a szintmodok olyan modokat helyettesítenek, amiket nem feltétlenül szeretnénk lecserélni a Warframe-ekbe. De ahogy az idő haladni fog, ti ugye annál jobb és érdekesebb modolásokat fogtok felfedezni, amik valószínűleg könnyebben eljutnak endgame-be, legalábbis az új Warframe új endgame-jébe, az, amit annak hívnak manapság. Ezt csinálja ez a kitgán ezzel az arcane-nel. És most meg szeretném nektek mutatni a Vigorous Swap jótékony hatását, igazából csak a számokat kell figyeljétek, Supra Vandal, ugye lő nagyjából 1400-akat golyonként, mondhatni így, de hát az a lényeg, és amint megy egy Vigorous Swap, amint láthatjátok, és ha nézitek az újratöltést, miközben fegyvert váltok, fel se tűnik annyira vált gyorsan fegyvert, és a Vigorous Swap folyton be van kapcsolva, lőszer folyton visszajön a tárba, és hát ja, egy ilyesmit lehet elérni. Valami olyasmiről beszélünk itt megint csak, ugye, amit nem feltétlenül akarunk lecserélni, hogyha arról van szó, hanem inkább rámegyünk a biztosra, és van egy jó kard, egy lifestrike, és egy jó tankos Warframe, és akkor endgame. Nem, ez valami olyasmire ad lehetőséget, amire eddig nem feltétlenül akartunk, mert minden Warframe-et tryhardra húztunk. Most hát nem kell minden Warframe-et tryhardra húzni, lehet elmenni, lehet szórakozni egy kicsit, és amit látjátok, level 100-os enemikre lövök, és ezt leteszteltem a 4-es világ alerten a Fortunán, ahol nagyjából olyan 60-70-es enemik jönnek egy idő után, és teljesen túl lehetett vele ott élni, hogyha arról van szó. Szóval nem igaz sincsen, hogy tű, de nagyon nem lehet túlélni vele, túl lehet, és még kapsz valami olyan bónuszt is, amit eddig nem feltétlenül élveztél a Warframe-ben. Srácok! Ennyi lett volna, ha tetszett a videó, tudtam amivel segíteni, dobj egy lájkot, iratkozz föl, Discord szerverünk bárki számára elérhető, klánunkba lehet csatlakozni, kérdéseket Facebookon vagy itt a videó alatt is lehet nyomatni. Ja, hát ennyi, a következő Warframe videói, köszönöm a figyelmet, sziasztok!